1936-ban, kevesebb mint 6 hónap alatt épült meg az úgynevezett Walter Rózsi villa, méghozzá Pesten. De ki volt ez a Walter Rózsi, és hogy kerül ez a háromszintes lapos tetős, Bauhausnak mondott, de valójában inkább Le Corbusier nyomában járó villa ide a Lövölde tér közelébe. Külső Erzsébetvárosi Lövölde tér már létezett, természetesen a pesti Lövölde működött névadóként, de a későbbi Bajza utcának még neve sem volt. Pontosabban ennek a szakaszának nem. A korábbi Marhahajtó, majd Hajcsár utca 1878-ban vette föl egykori lakója, az Irodalmár Bajza József nevét. De akkor még nem ért el idáig, nagyjából a századfordulóra ért el a Városligeti Fasorig. Walter Rózsi imádott telefonálni, és 1936-ban, amikor a villa elkészült, külön ő kérte az utca meghosszabbítását, mármint hogy ez is Bajza utca legyen ezután, ugyanis így kerültett bele a telefonkönyvbe. És akkor a villa, itt a volt téli kertben áll egy remek makett, amit meg lehet mutatni, alapvetően az alaprajza a modernista villákra jellemző, a földszinten kiszolgáló helyiségek, házmester lakás, garázs, és aztán ahogy egyre följebb érünk, a kert felé kinyílik, az első emeleten van társalgó, nappali. Az utcai front inkább zárt, egyszerű kialakítású, a kerti homlokzat viszont oldottabb, a lakószobák nagy ablakai és a kert irányába néznek. Az építész Fischer József itt nem kötött kompromisszumokat, pedig az egész nem így indult. Az építtetők, Walter Rózsi, az Operaház primadonnája, operaénekes, és a férje, a textilújság tulajdonosa és szerkesztője, Radó Géza, nem kifejezetten modern, inkább reprezentatív villát szerettek volna. Egy közvetítőn keresztül jutottak el az építészhez, Fischer Józsefhez, és itt álljunk is meg egy kitérőre. Egy újabb házaspár következik, az építész és a felesége. Pécsi Eszter volt az első mérnöknő, aki diplomát kapott Magyarországon, statikusként dolgozott, később, miután összeházasodtak Fischerrel, közös irodát is alapítottak, majd később önálló jogán elismert statikusként dolgozott az Egyesült Államokban. Ő tervezte meg Hajós Alfréd számára a Margit-szigeti fedett uszoda szerkezeti terveit, de benne volt Budapest első vasszerkezetű magasházának, a Fiumei úti baleseti kórház szerkezetének tervezésében is. Fischer és Pécsi az egyetem után találkoztak, 1921 végén házasodtak össze. Itt vagyunk a pompás, már emlegetett kis tetőteraszon, és folytatva a házaspár történetét, a férj, Fischer József, a későbbi legendás Yusuf a szakmában, viszont nem volt végzett építész, hanem először kőművesinasként dolgozott, majd végzett építőmester volt, amúgy pedig megrögzött szociáldemokrata. Az első megbízatását a császárfürdő körüli átépítésekben kapta, aztán szép lassan, vagy talán nem is olyan lassan, de közelébe került a modern építészeti mozgalomnak. Nagy hatást tett rá Gropius, a Bauhaus, de elsősorban Le Corbusier és a társai. Feleségével közös építészvállalkozásba fogtak, közös munkájuk volt számos modern villa, köztük a budai Szépföldi úti családi ház is, aminek a képe bejárta a szakmai világsajtót. Az operaénekesnő és férje rokokószerű bútorokkal berendezett lakásukban éltek, és ezt a kialakult ízlésüket akarták továbbvinni, de aztán megtetszettek az első rajzok, így ebből a furcsa együttállásból, de megépülhetett a Bajza utcai villa. Kétarcú volt kívül belül, de talán éppen ettől lett izgalmas. Hogy a házaspár megszerette ezt a modernista stílust, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy később a budai nyaralójuk megtervezését is Fischerékre bízták, Fischer Józsefre bízták, majd később Kozma Lajostól ők vásárolták meg azt a bizonyos Kuppa-szigeti nyaralót, amit már egy korábbi egyhelyben is bemutattunk.
A villa egyik ékessége ez a kerti lépcső, ami a emeleti teraszt és társasági részeket kötötte össze közvetlenül a kerttel. Ezt 1949 után elbontották, és igazából a villa mostani teljes rekonstrukciója avval vált teljessé, hogy ezt a lépcsőt visszaépítették. A kétszínes épület tökéletesen illett a Radó Walter házaspár éles stílusához, ugyanakkor a villa alaprajzi felosztása is jól mutatja a reprezentativitás és a modernizmus elveinek egymásnak azért ellentmondó kettősségét. Az emeletek között alá és fölé rendelt viszony érvényesült, az alacsony belmagasságú földszintre csak az előszoba és a kiszolgáló helyiségek kerültek, konyha, szakács és házmester lakrész és az étellift, ami felfelé továbbította az ételeket. Az emeletekre két lépcső vezetett, egy reprezentatív főlépcső és egy csigalépcső a személyzetnek. Fent aztán jóval nagyobb volt a belmagasság, a társasági terekhez tartozó ebédlő, nappali olyan flexibilisen volt megoldva, tolóajtókkal, harmonikaajtókkal, hogy különböző részeket lehetett kialakítani, illetve egyben nyitni, többek között zeneszobává is alakítani. Walter Rózsi és Radó Géza a Bajza utcai villát csak 13 évig használhatta, 1949-ben a házat államosították. Mindketten Budapesten haltak meg, lányuk Marika viszont ma is él Buenos Airesben, az unokák a megőrzött családi fotókkal segítették a villa helyreállításán dolgozók munkáját. A szomszédos szanatórium épületekkel együtt a Walter villát egyébként a belügyminisztérium sajátította ki, kórház lett a villából először a gyerekosztály, majd bölcsöde. Az évtizedek alatt sok mindent elbontottak, például a kerti lépcsőt is, de mára a terület lassan kitisztul, és itt lesz majd a Liget projektből kiszorult épület nélküli Magyar Építészeti Múzeum. Ez teljes nevén a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, ami a Magyar Művészeti Akadémia részeként az itteni építészet Ligete Fantázia nevű projekt része lesz. A túloldalon egyébként most még látni az Árkai féle híres református templomot. A feleség Pécsi Eszter diszidált először Bécsbe, majd kisebbik fiát követve Amerikába, ahol 59 évesen kezdett sikeres új életet. A New York-i egyetem épületein Breuer Marcerrel dolgozott együtt, ő a statikus tervezője a Columbia Egyetem két toronyházának, és 1965-ben elnyerte az év legjobb statikusa címet a Hudson folyó partján álló toronyházak alapozásához kifejlesztett módszerért. A férj itthon maradt, a Buváti munkatársa lett, ahol az elhanyagolt pesti bérházak tatarozásának tervezését irányította. Kivándorlási terveit sokáig visszadobták, aztán 1964-ben végre kimehetett Amerikába a feleségéhez. 1970-ben Pécsi Eszter súlyos agyvérzés szenvedett, fél oldalára lebénult, és a haláláig a férje ápolta. Aztán visszatelepült és visszavonultan élt egészen haláláig, Budapest későbbi díszpolgára 94 évesen halt meg, az általa tervezett Walter Rózsi villa pedig 96 éves lesz az idén.